Nyárnak indult fecske, gólya, búcsúcsókat hint a nyár, minket újból hív a suli, csengő szóval visszavár. Mi már tudjuk, azért szeret jönni minden kisgyerek, mert amerre eddig jártak, ilyen csodák nincsenek. Betű ország nyitogatja hétmérföldes ajtaját, csuda szépet mesél nektek minden hős, ki arra járt. S ott a számok rengetege, összeadás, kivonás, megtanulja a fortéját gyorsan minden iskolás. Ne higgyétek, hogy csak munka, móka is van, rengeteg. S aki szorgos, jutalomra, piros pontra szert tehet. Ott állnak az irkán, szépen, piros díszbe öltözve, s oda-oda kacsintanak a szomszédos ötösre. Örömmel köszöntök mindenkit a 2019-2020-as tanév ünnepélyes megnyitóján, és vissza kell térnünk néhány mondat erejéig a mögöttünk álló nyárra, hiszen a előző évi nyárhoz hasonlóan az idén is kellemes izgalmakkal teli kalandok voltak a nyáron. Kalandok várnak majd benneteket a tanév során is, hiszen a elmúlt nyáron is volt lehetőségünk arra, hogy júliusban és augusztusban közel 40 táborban vehessetek részt. Ennek egy része hajdonánási tábor volt, kirándulásokkal, érdekes programokkal, másik része pedig Balaton mellett, illetve az idén volt először arra lehetőségünk, hogy pályázzunk egy határon túli kirándulásra és táborra, és ez a rejtélyekkel, izgalmakkal teli erdélyi hegyekben meg is történt, hiszen 30 tanulónk Erdélyben töltött el egy Erzsébet tábort augusztus közepén. Körülbelül 45 millió forintot költöttünk arra állami támogatással, hogy táborozhassatok, hiszen nektek ez a programokat és az étkezést és a szállást tekintve is teljesen ingyenes volt. Nagyon sok munkát fordítottak a nevelőitek arra, hogy ezek a táborok létrejöjjenek, és jól érezzétek magatokat, és pihenten, frissen érkezzetek az iskolába. Ezért én szeretnék köszönetet mondani azoknak a pedagógusoknak, akik a szabadságok ideje alatt ezeket a táborokat megszervezték, és természetesen azoknak a szülőknek is, és a városban működő, márosban dolgozó szervezeteknek is, akik segítettek ezekben a táborokban. Köszönjük szépen! Kedves első osztályosok, örömmel köszöntünk titeket iskolánkban. Igyekszünk majd segíteni nektek, hogy gyorsan megismerjétek az új környezetet, a tudásbirodalmát, s ugyanolyan jól érezzétek itt is magatokat, mint az oviban. Fogadjátok szeretettel a Bocskai Iskola Diák Önkormányzatának üdvözlő ajándékát az 5. osztályosok. A strand is üres már, az úszómester is alszik, semmit nem csinál. Véget ért a nyár, a nap se forró már, a lángos sütő elment, a bazár is bezár. Nézd, az iskola vár.